tanári pályaalkalmasságról beszéltünk a projektzáráson. Dilemmák és megoldások merültek föl. Mik az alapdilemmák? Hát alapdilemma egyáltalán az alkalmasság megítélésének a lehetősége, hogy mennyire lehet ezt bejósolni, hogy egy adott pillanatban valamilyen személyiség, bármilyen pályát utána sikeresen fog-e tudni végezni. Ez azt gondolom, hogy minden pálya alkalmasságnak egy dilemmája. Tanári pályánál azt gondolom, hogy a módszerek is, hogy hogyan lehet ezt megítélni, hogyan lehet ezt mérni. A pályaalkalmassággal kapcsolatosan régebben így hagyományosan azt várják, vagy várja közvélemény is talán, hogy pszichológiai módszerekkel akkor szigorúan döntsük el ebbe a pillanatba egy egyszeri méréssel. És ugye a fő dilemmák ezek, hogy lehet-e ezt így megítélni. Szabad-e ezt így megítélni? Kutatás természetesen azért kutatás, hogy megoldásokat keres. Milyen megoldásokat találtak? A kutatás során nemzetközi tapasztalatokat néztünk meg. Sok európai ország, az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatából vettünk példákat, hogy ott hogy csinálják a pályaalkalmasságnak a megítélését, és gyakorló szakembereket, képzőket, gyakorlatban résztvevő pedagógusokat, iskolavezetőket kérdeztünk meg interjú segítségével, hogy ők hogy látják, hogy mire van szükség a tanári pályán. Ezek a kutatások járultak hozzához, hogy kialakítottunk egy modellt, egy pályaalkalmasság vizsgáló modellt, amiben az egyszeri mérés helyett egy folyamatos követést szeretnénk megvalósítani, amikor már a tanári pályára való jelentkezés előtt lehetővé tennénk a tanárjelölteknek, leendő tanárjelölteknek, hogy egy önismereti munkán vegyenek részt, amiben módjuk van összehasonlítani a saját személyiség tulajdonságaikat a tanári pályának az elvárásaival. Azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit ilyen önszelekciót is jelent, vagy jelenthet, hogy ő maga is elgondolkodhat, hogy alkalmas erre a szakmára, vagy nem. Emellett természetesen egy iskolai tapasztalatszerzésre is szükség van, hogy az iskolában tudja kipróbálni magát, és kapjon visszajelzéseket a gyakorlatvezető pedagógustól is arra vonatkozóan, hogy gyerekközösségben tényleg mennyire hatékonyan tud dolgozni, mennyire jó az neki, mennyire áll testhez. Ebben ön saját, ugyanúgy lehetősége van saját magát megítélni, és kap egy külső visszajelzést is. Ebbe az egész pályaalkalmassági modellbe hangsúlyt fektetünk a fejlődésre, és a fejlődés lehetőségét szeretnénk mindig megadni a tanárjelölteknek. A felvételi eljárás során szeretnénk, hogyha a mentális egészség kizárására egy egészségi alkalmassági vizsgát is hoznának magukkal a hallgatók egy orvosi igazolást, hogy nem állnak ilyen pszichés megbetegedés alatt, és aztán egy motivációs beszélgetésen pedig a tanári pályára való alkalmasságukat ítélnék meg a felvételiztetők. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy így meg kell állni itt ezen a szinten, hiszen igazából akkor lesz tanár valaki, ha megszerzi a diplomáját. Tehát gyakorlatilag még a képzésbe bekerülve is a különböző feladatok elvégzését követően vannak olyan mérési pontok, például a gyakorlatba való kikerülés, a fél éves tanítási gyakorlatot megelőzően, hogy milyenek a tanári kompetenciái a tanárjelölteknek, ott is lehet visszajelzést adni, ha nem alkalmas arra, hogy kikerüljön a gyakorlatra, akkor ezt visszajelzésként meg lehet számára adni. És ugye ugyanígy az államvizsga, a záróvizsga is egy ilyen pont, hogyha nem alkalmas tanárnak, akkor ott még mindig azt lehet mondani, hogy elnézést, de nem adjuk meg a diplomát. Az alaposságukat jellemzi, hogy nem tekintették zárt téziseknek ezeket a kutatásokat, országos vitára bocsájtották. Milyen visszajelzéseket kaptak? Hát szerencsére pozitív visszajelzések voltak zömében.
azok, amik módosítási javaslatok voltak, azok gyakran apró módosítások, de ezek azt is jelzik, hogy nagyon alaposan átolvasták, akik visszajelzéseket írtak nekünk az anyagot, hogy ilyen apró dolgokat is észrevettek és javasoltak, és ezeket a javaslatokat beépítettük, és a országos vitán a véleményt nyilvánítóknak válaszoltunk is azon az elektronikus publikus felületen, ahol meg lehetett nézni ezeket az anyagokat. Ön most itt egy projektzáráson vagyunk. Ön mit tekint a kutatásból igazán eredményének? Mi az, amit igazán kiemelne? Hát én magát azt gondolom, hogy ez a modell, amit a pályaalkalmasságra vonatkozóan kidolgoztunk, ez maga eredmény, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ezek nyomtatásban is megjelentek, hogy bárki számára közé tehetők, és bárki olvashatja, alkalmazhatja ezeket a módszereket.